Ismertségünk nem indult zökkenőmentesen. Félreértések és kudarcok övezték az első néhány találkozást. Sőt, még egy komolyabb mosolyszünet is volt, mielőtt végleg belehabarodtam. Azóta már jobban kiismerem, de a tanulópénzt megfizettette velem a folyó. Drágán hangzott félénken a megfontolt kérdés, hiszen a héten ez már a második alkalom, hogy a házi pénztárból szeretnék vételezni egy keveset, mert biza gyorsan elfogyott az a tíz ólom. Szerencsére, igaz kisebb unszolás és magyarázkodás árán életem értelme megoldotta az anyagi helyzetet, és kisvártatva már a horgászboltost faggattam, hogy melyik lehet a számomra leginkább megfelelő választás. Finoman szólva semmit sem tudtam a süllőzésről, azt viszont igen, hogy a horgászok a saját szemem láttára fogtak belőlük több méretest is a napokban olyan nincs, hogy ez nekem ne menjen. Ha már az első néhány úszós specám kudarcba fulladt, gondoltam, ez annál sokkal egyszerűbb lesz. Szóval már sorban épp a 11. készség készült szerelékkel, hol vékony halszelet, hol pedig küsztűzve a horogra. Idegennek éreztem magam a szegedi rakpart horgászai között, és mitagadás az is voltam. Valami nagy titok övezte itt az eredményességet, de amit a szemnek látni engedtek, azt én minden lestem. Olyan 15-20 méterre repítettem a cuccot, és a földbe szúrt bottartón ígnek állítottam a brutális erőtartalékokkal rendelkező fédert. Aztán a kőre ülve vártam a csodát. Ez a bot aztán kipattintaná még a tiszában élő legnagyobb süllőt is. Gond nélkül. <hih> de amilyen vastag a nyele, akár még egy 20 kg harcsával is megbirkózna. Szóval alaposan túlméret eztem a felszerelést. Kisvártatva meg is érkezett a csoda. A mellette mülős spori rövid fárasztás után egy süllőt fogott, de meg sem érte, azonnal megszabadította a horoktól, és már ment is vissza. Én vadul szuggeráltam a karika kapásjelzővel díszített botokat, amelyeken azok egyszerre indultak el felfelé azt se tudtam, mi legyen, annyira hirtelen történt minden. A felsőnek vágtam be először, és egy mámorító érzés suhant át az agyamon. Kapás van. Határozottan éreztem, hogy valami ellenáll a tekerésnek. A bot görbült, a zsinór megfeszült, de alig pár pillanat múlva eszméletem már a földön hevert. Ekkorra esett le ugyan, hogy egy vén, de minden esetre korhat, és leginkább a meder alján sodródó faág áldozata lettem. Mondanom se kell mindkét szerelék oda, és kezdődhetett újra a kötözés, miközben a szomszéd megint fárasztott, de az már egy méretes hüllő volt. Ijába a lelkesedés, alig egy órán belül további hat szereléken veszett oda. Így ezekkel együtt összesen a héten már 17 szerepelt a veszteséglistán. A vérnyomásom lassan emelkedett, a lelkesedésem meg ezzel együtt rohamosan csökkent. A következő dobás után se jött ki a cucc. 18. És ekkor már úgy felbosszantottam magam, hogy nem eshetett nehezemre azonnal összepakolni, és ott hagyni faképnél a tiszát. Ritka, és igazán emlékezetes pillanat volt ez, mert máskor a szedelőzködés közben mindig azon jár az eszem, hogy bárcsak maradhattam volna még egy kicsit. A botok már a zsákban, cuccok a vödörben, de még mielőtt felültem volna a biciklire, láttam, ahogy Józsi – mert később bemutatkoztunk egymásnak, és így már tudom ennek a vízparti óriásnak a nevét – beírta a második süllőjét is. Micsoda mázli! Tájára sem néztem a folyónak hetekig. Ha mégis arra vitt az utam, csak gőgösen néztem le rá, bosszús voltam, hogy egyáltalán áldoztam az engedélyárára, mert megbizonyosodtam róla, hogy itt horgászni nem lehet. Egy írtózatosan nagy akadó az egész. Néhány hét után azért enyhültek kicsit az érzéseim, de most már másként közelítettem meg a dolgot. Egy általam még úgy sem ismert technikával, a pergetéssel vettem célba a szőke folyót. Nem túl nagy a műcsali repertoárom, néhány gumihal, egy-két dzsikfej és 5-6 wobbler mindössze, ami a kis dobozkámban, az pedig a katonai szimat szatyor mélyén lapul. Különböző formájú és méretű műcsalik ezek, amelyek javát egy akciós szetben vásároltam, nem volt benne tudatosság, viszont nekem kellettek műcsalik, így hát rábíztam magam a forgalmazóra, és végül ezt vettem meg. Tipikus vásárlói magatartás. De volt a dobozban egy kakuktojás is. Egy tört csőrű, rövidke kis műhal. A fej része piros, a hátsója meg olyan szürkés fehér. Csörgött is, de nem csak az apró hármas horgok miatt, melyekből enyhén rozsdásan kettő is díszelget rajta, hanem valami csilingelt benne, miközben kibányáztam a többi csali horga közül. Na ezt a tojást egyszer egy tavon csónakázva egy nátfalon pillantottam meg. Lemeltem a szárat növényről, a gazdáját nem láttam sehol, óvatosan zsebretettem, s így került hozzám. A nap végén, amikor otthon már minden egyenesben ment, a gyerek a kádban, a másnapi cuccok kikészítve a munkához, indultam a portjára. A biciklim kosarába, a táska, kezemben a kormány, és egy pergetőbotnak nevezett valami, orsolyán brutális méretű fonottal. Gondoltam, értek én ehhez is, és a forgó kapocsba grögzített jig már repült is be a híd alá. Türelmetlenül vártam, hogy egyen, majd beleemeltem, Bekerés, majd kisvártatva újabb emelés következett, majd újra és újra. Még nem egy koppanást éreztem. Irgalmatlanul bevágtam a pillanatnyinak tűnő ellenállásnak, ami a második pillanatra sem csökkent. Egy rohadt akadóba sikerült már megint belenyúlnom. Cibáltam a zsinort, de nem engedett a vastag madzag, bármerre is sétáltam a kövek között, bottal a kezemben. Szép íve volt neki. A csomó aztán elengedte. Még szerencse, hogy nem elég jól kötöttem, és nem veszett oda vagy húsz méter a fonodból. Se baj, van még csali, de most jöjjön egy wobbler? És ha megint beakad? Gondoltam magamban, kisé kétségbe esetten. Ha jól emlékszem, talán tört csőrűt tettem fel, bízva abba, hogy nem fog lemerülni a veszedelmes ágak és éles kövek közé. Persze, ez is ott maradt. Nem is tudom, illetve nem ismerem szavakba önteni a mondatokat, amelyek elhagyták az ajkam akkor. De az ég alja valószínűleg nem csak a naplemente miatt pirankodott. De a dac erősen munkálkodott bennem, és megragadtam a dobozból a kakuk tojást. <laughs> Ez nem kerül egy fillérembe se. Közben az újonnan kötött forgóba tűztem, és gondolatban felkészültem, ha kell, hát feláldozom őt is a Tiszaoltárán. Suhant a bot, a csali pedig tőlem jó távol a vízbe pottyant. Ej, hey, milyen jól repül! Elkezdtem bevontatni, és élveztem, ahogy veret. Éreztem, ahogy vibrált tőle a kezembe a bot, és ahogy az orra a mélybe tör, és azt is, ha gyanúsan a fenék közelébe ér, azonnal a koppanás jelezte. Na, ott aztán megálltam. A kis kakukktojás meg okosan, szépen, jól nevelten, felemelkedett a víz felszínére. <laughs> – Ez milyen jó! – Megint egy kopp a kövek között, aztán állj, és a csali már megint ott lebegett a szemem előtt. <laughs> – Ezt bizony már tudom vezetni. A magabiztosság akkor lett rajtam igazán úrrá, amikor egy tündéri kősülő akadt a horgomra. – Megvan. – Megy ez nekem is. Tudok halad fogni a folyóból. Néhány perc múlva egy újabb kis köves, majd egy másik. – Öntelten tekintkedtem a part lépcsőjén italozó fiatal suhancok irányába, bízba, hogy ők is jól látják, hogy az a gumicsizmás fazonott a vízben állva bizony halat fogott. Nagyon belejöttem. Lesen vettem a kis piros fejüt, és másnap is ezzel indultam el a néhány órás bevetésemre, nem sokkal napnyugta előtt ekkor egy harcsa bébi és egy kis süllő, majd az elkövetkező estéken még egy sügér, újabb kövesek és egy csukát is fogott a csali. Legközelebb még a többi csalit is otthon hagytam, mert úgy éreztem ezzel a kis csőrössel mindent meg tudok oldani. Kézben a bot, a csali horga beakasztva az orsó felkapójába, a zsinór pedig akár csak egy így idege úgy feszült a megszokott szakasztól egy kicsit feljebb sétáltam, egy eddig általam még meg nem horgászott részre, ahová vizakodón repítettem a kis pakuk Na itt mélyebb volt a víz, azonnal éreztem. Idő még leért tekerés közben, aztán jött a kop, és meg is álltam a vontatással, de a csali nem jött fel. Uf, ott ragadt. Cibáltam óvatosan, később erősebben, aztán már pengettem a zsinort. Átálltam odébb, hát ha elengedi, de, de nem. Nem és nem akart megmozdulni. A húzástól már teljesen ellaposodott zsinór makacsú fogta, mint ahogyan az a fránya akadói szorította a halacskámat, már mint a kis piros fejűt, az ezüstös testű nóné no műhalat. Rángattam, hát ha elengedi. Hát nem igaz, az én kis csalikám, Elérzékenyültem áltam a meglazult zsinór mellett, kezemben a bottal, majd újra és újra belerántottam kétségbe kétségbeesetten, majd vége lett a drámának. A zsinóra gyűrűkön át felszaladt az olsóra, de tekintetem ekkora mély felé révett. Oda a Csali, oda az elmúlt napok magabiztossága, a sikerek, oda minden. Másnap düböl nem is mentem ki de harmadnapra már csillapodott valamelyest a gyász, és napnyugta környékén újra a parton találtam magam. Cserélgettem a csalikat, megtehettem, sétálgattam fel és alá, dobáltam, de semmi. Nem volt kapás, se egy koppintás. Elindultam új, eddig ismeretlen helyek irányába, lefelé a folyón, a boszorkány sziget felé. Egy rendszeresen meghorgászott kis öbölbe léptem, majd a parti kövek között óvatosan bejebb, nehogy belebudnyanjak már a derékigérő vízbe itt valahol. Toptam párat, mire egy balin rabolt tőlem távolabb. Gondoltam, még bejebb megyek, hát ha elérem, de az ingatak kövek miatt meg kellett gondolnom minden mozdulatot. A felnőtt növényzet és a gajak akadályoztak még, mire a felszínen a lábom előtt a félhomályban megcsillant valami. Nem akartam hinni a szememnek. Hát ez ő, a kakuktojás. tojás. Ott lebegett, ahogy máskor is szokott, ha éppen nem tekerem. Orrába vagy 40 centi szakadt fonottal, és a hasa alján kihajlott horoggal. Történt mindez az utolsó talánkánk helyszínétől olyan 600 méterre. Ez hihetetlen. Óvatosan értenyúltam, és hagytam, hogy a tenyeremben lecsorogjon róla a víz. Megvagy. Bámultam a csodával határos módon megkerült csalit. Ismét zsebre tettem, de most már örökre. Azóta is ott lapul a többi csali közt, de őt soha többé nem engedem el. Fel is hagytam ezután a parti pergető próbálkozásaimmal, és inkább vettem a bátorságot, s megkérdeztem a helyi sportársakat, hogy ezt a kishala halas leakadást ők, leakadás nélkül, hogyan művelik. Kedvesek voltak, és azóta is jó barátság fűz hozzájuk, amit ezúton is köszönök. Fogtam aztán, igaz, hogy már nem kis hallal, de újra fogtam ragadozót, harcsát, süllőt, csukát, sőt, balint is. S a tojás is megvan még, ami lehet, hogy leginkább én vagyok. A tiszai horgászok között egészen biztosan.